Továbbra is napirenden van a szakrendelők államosítása. Kérem, legyenek kedvesek kiállni amellett, hogy maradjon ez nálunk itt a kerületben. Sajnos se a dolgozók, se mi betegek nem bízunk benne, hogy jól jövünk ki egy újabb államosításból. Mi a helyzet az SZTK-val? Hát most tehát mondhatom azt, hogy mi az, hogy államosítás, tehát az állam a fenntartója. Tehát a kérdés nem az, hogy ki a tulajdonos, hanem az, hogy ki működteti. És a mi önkormányzatunk az elmúlt 10 évben több milliárdot költött a Kádor Adolf szakrendelőre, illetve a szakrendelő által nyújtott szolgáltatásokra, talán a legutóbbi pont a CT állomás, amit Nagy Tétényben nyitottak, de ez is a Kádorhoz tartozik. Szóval pályáztunk, saját forrást tettünk bele, állami támogatás volt benne, uniós támogatás még talán a legelején, de összességében több milliárdot költöttünk rá. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindig mondjuk, hogy a 2023-as költségvetés az a biztonságos működés költségvetése. Én személy szerint teljes mértékben leteszem a garast amellett, hogy a legbiztonságosabb működés az egészségügy területén is legyen szó alapellátásról, és házi orvosok, fogorvosok, ez az önkormányzat szűken vett feladata, akár önként vállalt feladatról van szó, ilyen a szakrendelés, a legjobb kézben a helyi önkormányzatnál van, ha a helyi önkormányzat képes ellátni ezt a feladatot, van hozzá gazdasági erőforrása. Ebben a pillanatban mi azt látjuk, hogy van. Tehát nem azért költött, nem, másképp fogalmazok, azért költöttünk nagyon sok pénzt a mi rendelőinkre, legyen szó szakrendelőről vagy házi orvosi rendelőről, mert azt szeretnénk, hogyha az itt élő emberek a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást kapnák, az ő pénzüket költöttük rá egyébként, és nagyon nem szeretnénk, hogyha a szolgáltatás, hogy mindenki hozzájusson a megfelelő szolgáltatáshoz, az úgy következne be, hogy a milyenket rontják le arra a szintre, amire másokat meg fölhoznak. Ez nekünk rossz. Tehát én ezt semmiképpen sem támogatom. Egyébként még a döntés a fővárosi szakrendelőkre vonatkozóan nem született meg. Az országgyűlés tavaszi ülésszakán lesz erről döntés, és én minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgozom, hogy a szakrendelők maradjanak helyben. Ennél egy kicsivel rosszabb a helyzet egyébként a védőnői szolgálattal, ami szintén egy nagyon érzékeny pont. Tehát a védőnői szolgálat az egy hungarikum, tehát sehol a világon, máshol nincsen ilyen általános és magas színvonalú ellátás a gyermekek nagyon sokoldalú ellátása, amit a védőnői szolgálat biztosít. És ez a szolgáltatás, ez összefügg mindennel, tehát a szociális rendszerre, az oktató rendszerre, az egészségügyi rendszerre, de mégis egy önálló ágazat, és egy nagyon jól működő ágazat. És a védőnői szolgálatról úgy döntött még a őszi ülésszakon a parlament, hogy július 1-től, ha jól emlékszem, tehát a második fél évben már nem ide tartozik. Millió adminisztrációs probléma is van ehhez kapcsolódóan, ebben most nem mennék bele, hogyha ugyanannak a rendelőnek az egyik helyiségében egy házi orvos rendel, a másikban egy védőnői ellátás van, de tántán együtt dolgoznak, vagy ugyanabban a helyiségben, de különböző időpontokban dolgoznak, akkor azt mégis hogyan fogjuk tudni adminisztratív eszközökkel kezelni, vagy elszámolni egymással. Tehát ilyen nagyon fontos részletek, munkáltatói döntések, hogy most az iskolai védő, vagy iskola orvosok, akik most a szervezet szempontjából, mint munkavállalók a védőnői szolgálathoz tartoznak, akkor velük mi lesz? Ők, na, mindegy, szóval a lényeg az, hogy a védő ez ügyben is zajlanak a tárgyalások, és fővárosi polgármesterek heten írtunk alá egy olyan levelet, a miniszterelnökségre eljuttattuk, ahol
kimondottan azt kérjük, hogy kapjuk meg azt a szabadságot megint, hogy mi dönthessünk arról, hogy szeretnénk ezt, vagy olyan teher, amit nem tudunk vállalni önkormányzati szinten, és átadunk. Tehát ha már választhatok, akkor már sokat javul a közérzete mindenkinek. Mi heten, akik aláírtuk ezt a övet polgármesterek, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy maradjon helyben a szakorvosi rendelő működtetése és a védőnői szolgálat is. Nem lesz könnyű. Én, és ez a harc még előttük. Hát lehet, hogy dicsőségben fogok elbukni, de elbukok, ez senkit nem fog vigasztalni, viszont elképzelhető, és nagyon bízom benne, és hiszek benne, hogy eredmény is lesz.